Bár Pitvaros település hivatalos honlapján még Radó Tibor polgármester köszönti a látogatókat, január 19-i lemondása óta azonban nem ő a falu első embere. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a helyi képviselőtestület és a polgármester között olyan konfliktus alakult ki, melyek végén a képviselők lemondásra szólították fel a megválasztott polgármestert. A magyar jogszabályok értelmében ilyen esetben időközi választásokat kell kiírni, a választópolgároknak új vezetőt kell választaniuk. A polgármesteri jelöléshez szükséges kopogtató cédulákat már minden pitvarosinak meg kellett kapnia. Ez év január 19-én mondott a polgármester, és ilyenkor a jogszabály azt írja, hogy időközi választást, polgármester választást kell tartani 4 hónapon belül. Jelenleg az ajánlószervények kézbesítése folyik, ezt csütörtökig kézbesíti a postahelyben, és szerdán kerül kifüggesztésre a névjegyzék, ami 5 napig lesz kifüggesztve, ettől kezdve lehet az ajánlószervényeket gyűjteni a jelölteknek, leadni a lakosságnak a jelöltek részére, egészen április 13-áig, május 13-án kerül sor a választásra. Ez szóbeszéd van a faluban, természetesen 2-3 jelölt neve fölmerült, de hát ez majd az ajánlószervények leadása után kerül sor, hogy tulajdonképpen kit is jelölnek. Az új polgármester megválasztásáig és hivatalba lépéséig a településen Anderko Attila alpolgármester látja el a település vezetői feladatokat.